A két kis lámacsikó, ha bár még csak egy és két hetesek, már is láthatóan élvezik az életet. Jókedvűen futkároznak, hancúroznak kifutójukban. A csapat, mely élén egy vezércsődör áll, minden tagja érdeklődve figyeli az apróságokat, és azok már párnapos koruktól kezdve követik a velük immár 22 tagot számláló csapatot. A fiatal lámák a patások utódaira jellemző módon születés után néhány órával már lábra álltak, és követték anyukat a kifutóban. Az andok kalandok legifjabb lakói 12 hónapnyi vemhesség után jöttek a napvilágra. A kis jelenleg még anyatájjel táplálkoznak, de hamarosan elkezdik majd a szálas takarmányt is fogyasztani, amely jó rész színából, fűfélékből, illetve zöldség és gyümölcsfélékből állnak majd. Az apróságok körülbelül 8-10 kg osak most, de ivarélet korban akár a kis elérhetik majd a 120 kg-os testcsömeget is. A láma a dél-amerikai tevefélék négy faja közül a legismertebb, mint egy 6000 éve háziasították a vad guanakóból. Természetes környezetükben Dél-Amerika bokros füves területein, Peru déli részétől Bolívia nyugati feléig terjedtek el, illetve Argentina északnyugati részétől Chile északkeleti feléig. Ők voltak Amerika egyetlen teherhordó állatai, akár 45-60 kg is képesek cipelni. A legfontosabb házi állattá váltak az andok indián kultúrájában, hiszen a teherhordás mellett ették a húsát, feldolgozták a bőrét és a szőrét, zsírjával világítottak, trágyájával tüzeltek. A spanyolok hódítása után, vagyis a lovak, szamarak és juhok érkezésével a szerepük csökkent, ma már inkább hobbiállatként tartják világszerte.